A várakozásoknak megfelelően harcosan, de óvatosan kezdett mindkét csapat, a mélytalajú pályán a küzdelem dominált. A Nyíregyháza Spartacus a 22. percben járt legközelebb a gólszerzéshez, akkor egy jobboldali szöglet után rubus fejese csattant a kapufán. A félidő utolsó percében a hazaiak előtt is adódott egy helyzet, de gól ezúttal sem született. A második játékrészben sem változott a játék képe, az 56. percben Tisza szabadrugását követően ismét a lét segítette ki Iváncsics kapust. A 67. percben azonban már maga mögé kellett nyúlnia a hálóőrnek, lezes lövése talált utat a kisvárdai kapuba. Két perc múlva jött a válasz, a második félidő elején beálló Gosszonyi lőtt a nyíregyházi kapuba, kiegyenlítve az állást. A 75. percben Cseri került helyzetbe, de mivel fejese Hermány találta el, maradt a mérkőzés képe alapján igazságos 1-1-es döntetlen. Az egyenlítés után örülhetünk az X-nek, és azután, hogy megszerezték a vezetést, mert nagyon nehéz volt oda jutni a kapuhoz, nagyon hosszú labdákkal kellett kísérleteznünk, és ez nem ízlett nekünk. És hát ugye nem is olyan játékosok voltak fönt a pályán, akik a légpárbajokat meg tudják nyerni. Viszont akik a pályára léptek, sajnos most sem voltam velük maradéktalanul elégedett mindenkivel. Ugyanazok a játékosok játszanak hétről hétre elfogadhatót, sőt többet is attól. És ez kevés. Ahhoz, hogy mi mérkőzést nyerjünk, ahhoz a középpályán, illetve a támadósorban is több kell. Az egy ponttal a Spali kispadján debütáló Weber György sem volt elégedetlen. Így a mérkőzés után most már látva a körülményeket, azt gondolom, hogy jól van ez így. Nyilvánvaló, hogy az 1-0-ás vezetésünk után egy picit higgadtabbak tudunk maradni 5 percnél tovább, és nem rögtön egyenlít az elfél, meg lehetett volna a győzelem is. Tehát az nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy azért mind erővel, mind tényleg fegyelmezettsége, küzdeni tudással nem volt gond, sőt megfeleltünk ennek a talaj támasztotta követelményeknek. Magyarul busztoltunk, ami nem hiszem, hogy majd a mi stílusunk lesz, de amelyik csapat így tud busztolni, az majd jó pályán tudja a játékát is majd hozni. Úgyhogy tulajdonképpen nem nőtt a pontszám, ez most nagyon fontos volt, hogy a Kisvárda nem tudott ellépni tőlünk 7 ponttal, maradt a 4. A Kisvárda következő fordulóban Dorogon lép pályára, a Nyíregyháza Spartacus pedig a Sopront fogadja.